Szerdára virradóan Oroszország újabb, jelentős támadást hajtott végre az ukrán kritikus infrastruktúra ellen. Ezúttal a Szumi térségében vették célba az energetikai létesítményeket. Számolt be róla az Unián hírügynökség. A régió katonai adminisztrációjának beszámolói szerint az orosz hadsereg drónokkal támadta a Sostka és Konotop városokban lévő célpontokat. Ezzel sikerült fennakadásokat okozni a térség áramellátásában. Ugyanakkor a károk nem helyreállíthatatlanok. A Szumi Regionális Katonai Igazgatóság a Facebook oldalán arról adott tájékoztatást, hogy az orosz támadás által okozott károk és következményeinek felmérése még folyamatban van. Az éjszakai támadás nagy valószínűséggel egy nagyobb katonai művelet része. Miután az orosz hadsereg a harkivi területen az elmúlt hetekben a korábbiaknál nagyobb katonai aktivitást mutat, az ukrán hírszerzés vezetője Kirillo Budanov úgy nyilatkozott, hogy információk szerint az ellenség a harkivival egyidejűleg a Sumi régió megtámadását is tervezi. Nagy áremelkedés várható az ukrán benzinkutakon. Ennek oka, hogy a miniszteri kabinet az Európai Unió javaslatára az üzemanyagok jövedéki adóját is emelni szeretné, írja az Unián. A jövedéki adó emelése után az üzemanyag Ukrajnában annyiba fog kerülni, mint Európában, nyilatkozta az RBC a hírportálnak Dmitro Lovuskin, a Prime vállalatcsoport alapítója. Ezt az ajánlást el lehetett volna halasztani, de jelenleg nagyon időszerűnek bizonyult, mert valahogyan ki kell tölteni a költségvetést, ezért a kormány nem habozott megemelni az üzemanyagi jövedéki adóját, fejtette ki a szakértő. Lyovus kirámondása szerint, amikor Ukrajna teljes mértékben eleget tesz az uniós ajánlásnak, az üzemanyagára a benzinkutakon 75-80 hrímnyára is emelkedhet literenként. Jelenleg a benzin 56, míg a dízel 53 hrívnya Ukrajnában. A kormány indok szerint az uniós irányelveknek való megfelelés miatt van szükség a jövedékiadó emelésére. A határőrök ezentúl feltartóztatják és értesítik a rendőrséget, ha körözés alatt álló hat köteles férfi próbálja meg elhagyni Ukrajnát. A rendőrök az őrizetbevétel után a legközelebbi területi toborzó központba szállítják az ilyen személyeket, írja az Unián hírügynökség. A jelentés szerint a határőrök kormányrendelet alapján járnak el, amely szabályozza az állampolgárok katonai szolgálatra történő behívásának rendjét a mozgósítás Időszakban és különleges időszakban. A dokumentum kimondja, hogy a határőrség munkatársai elkérhetik a 18 és 60 év közötti férfiak katonai nyilvántartásról szóló igazolványát a határövezetben, a határsában lévő településeken és a határátkelőkön. Azokat, akik nem rendelkeznek aktualizált katonakönyvvel, nem engedik ki az országból. Duplán rosszul járhat az az ukrán hatköteles férfi, aki a mozgósítás elkerülése miatt körözési listára került. A körözés alatt álló hatkötelesekhez rendőrt hívnak, adminisztratív őrizetbevétel után a legközelebbi területi toborzó központba szállítják az ilyen személyeket. Az Oktatási Minisztérium a nyári tanévkezdést és a tanórák csökkentését javasolja az energiatakarékosság érdekében. A szakképző és a felsőoktatási intézmények számára azt javasolja a tárca, hogy 2024. augusztusának első felében kezdjék meg az új tanévet, és csökkentsék a téli oktatási napok számát. A döntés célja az őszi-téli fűtési időszak megkönnyítése, és egy olyan rugalmas oktatási tanterv létrehozása, amely alkalmazkodik az energiatakarékos erőforrás használathoz, írja az Oszvita. Az új tanév korai kezdését az összes képzési szint valamennyi diákjának ajánlják, kivéve az első éves hallgatókat. Az intézményeket arra is ösztönzik, hogy a melegebb hónapokban a szombati napot is oktatási napként használják fel. A vizsgaidőszakot már kezdjék el november közepén, a téli szünet pedig legyen hosszabb. Amennyiben szükséges, az oktatásnak távoktatás formájában kell folytatódnia, vagy ha sok a kimaradás, akkor az oktatási folyamatot, a 2024-25-ös tanévben július végéig meg kell hosszabbítani, kivéve a végzős hallgatók esetében. Az ukrán biztonsági szolgálat leleplezett egy titkos hálózatot, amely külföldön élő ukránoknak állított elő hiteles iratokat. A munkácson és harkívban bérelt lakásokban különleges berendezések segítségével naponta akár 50 hamis útlevelet, tartózkodási engedélyt és jogosítványt is előállítottak, közölte a szolgálat. A tájékoztatás szerint a speciális művelet során az ország különböző megyében 9 személyt tartóztattak le. Le. A hamisított dokumentumokat 300 és 700 dollár közötti áron értékesítették a Telegram csatornákon, majd postán küldték el a megrendelőknek, tájékoztatott az SBO, A vádlottak akár 12 év szabadságvesztésre is ítélhetők, valamint vagyonelkobzásra számíthatnak.